Elvitték a hatos lottó rekord főnyereményét, több mint 3 milliárd 165 millió forintot, egyetlen teli találatos szelvény volt. A szerencsés játékos még nem jelentkezett, erre egyébként 90 napig van lehetősége. Kollégáim kiszámolták, hogy ennyi pénzből mit lehetne venni, például több tucat luxusautót vagy egy kastélyt, de a nyertes akár kétszer is körbeutazhatja a világot. Mutatom is az első nyerőszámot. Vasárnap délután tartották az idei utolsó hatos lottó sorsolást. A nyerőszámokat nagy izgalmak közepette húzták ki. Május óta nem volt teli találat, rekordösszeg, több mint 3 milliárd forint halmozódott fel. Egyes, hármas, hetes, tizenkettes, tizenhatos, 27-es. 45 szám közül kellett ezt a hatot eltalálni. Ennek az esélye 1 a 8 millióhoz volt. De egy valakinek mégis sikerült, ezzel pedig feltehetően valóra vált az álma éppen karácsonykor. 3 milliárd 165 millió 377 ezer 480 forintot nyert. Hú, kidázott a ideg. A giga összeg 37 alatt gyűlt össze. Ilyen sokáig még sosem volt halmozódás, de nem csak ezért rekord, ez a hatos lottó 33 éves történetének legmagasabb főnyereménye. Készítettünk egy gyors számolást, mire lenne elég ez a pénz, például 40 darab luxusautóra, vagy Magyarország egyik legdrágább otthonára. Az ingatlan.com oldalon hirdetik ezt a főváros második kerületében található 1100 négyzetméter alapterületű 8 szobás házat, de egy hüvösvölgyi kastélyt is meg lehet venni 2 milliárdért, és mellé még beleférhet 10 belvárosi lakás Budapesten. Vagy lehet utazásra költeni, akár kétszer is körbe lehet járni a világot. Volt egy kanadai fiatalember, aki ezt pénzből megcsinálta, neki forintra átszámítva durván 1 milliárd 400 millióba került, hogy a világ összes országába eljusson, noha egyik helyen sem töltött túlságosan sok időt, de erre már elég egy hatos lottó nyeremény, úgyhogy még marad is. Hasonló nyereményekre többször volt már példa. Az ötös lottón 2002 óta 10-szer vittek el milliárdos összeget. A valaha volt legtöbb pénzt 2020 márciusában, csak nem 6,5 milliárd forintot, de tavaly egy másik játékos is nyert, csak nem 4 milliárdot. A hatos lottón 2008-ban volt a főnyeremény 3 milliárd forint közelében. A mostani rekord összegért még nem jelentkeztek. A szerencsés játékosnak 90 napja van, hogy hívja az úgynevezett nagy nyertes vonalat, amely megtalálható a lottózókban és a Szerencsejáték ZRT honlapján. Először azonosítják, majd személyes találkozó után hitelesítik a szelvényt, természetesen a legszigorúbb biztonsági intézkedések betartása mellett, hogy a kiléte még véletlenül se derüljön ki. Ha minden rendben, egy hónapon belül megkapja a pénzt. Válaszolhat bizonyos kérdésekre, megadhat magáról információkat az úgynevezett nagynyertes kérdőiben, de itt kérheti anonimitását. Érdekesség, hogy rendszerint adnak számunkra információt, de az elmúlt 30 évben nem történt meg, hogy bárki felfedte volna előttünk, tehát hogy nyilvánossá tettük volna az ő személyazonosságát. A kérdőívekből mi feldolgozunk nagyon sok mindent, amit lehet róluk tudni, például mi alapján játszanak, mit fognak tenni a nagy nyereménnyel. Ha a rekordösszegért március végéig senki nem jelentkezik, akkor más nyereményjátékokra fordítják. Külön sorsolásokon 180 nap alatt szétosztják a hatos lottó játékosai között.